Thai Karate 2.0. A rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az orrunkat. Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez a heti Thai Karate 2.0 Demián Zsolttal és Lenkár Péterrel a mikrofon mögött. Én az előbbi vagyok, nem az utóbbi, de köszöntöm Demián Zsoltot is. Én meg az vagyok, igen. Szia Péter! Ugye, ahogy azt már megszokhattátok, minden héten, vagyis legalábbis megpróbáljuk minden héten összehozni a Thai Karatét, ami arról szól, hogy az elmúlt egy hét híreit, illetve aktualitásait kicsit átbeszéljük, áttárgyaljuk. Természetesen ma is beszélünk az elnök választásról, ami most hétvégén lesz. Sokat tanakodtam rajta róla, mióta legutóbb beszélgettünk, hogy érdemes elmenni, de aztán édesapámmal való kommunikáció közben kiderült, hogy... Neked muszáj elmenned. Nem, hogy miért muszáj. Gondoltam, hogy édesapád meggyőzött. Nem, amúgy meggyőzött, de nem azért, mert hogy bárkire is szeretnék, már azért nem szeretnék elmenni, mert egyik jelöltel sem értek egyet, vagy hogy mondjam, nem szimpatizálom. Viszont ha nem megyek el, akkor ott a kis cetlém, és azt bárki bármikor felhasználhatja, nem? Vagy ez hogy működik? Nem? Nem fogják aláírni helyettem, hogy szavaztam? Ha már a hullákat is állítólag előszedik? Én abban sem hiszek egyébként, ebben meg még úgy sem hiszek, mert ugye voltunk szavazni az elmúlt időszakban, és azt látjuk, hogy ott rengeteg ember van egy szavazókörzetben, minden pártnak ott van a megfigyelője, most is ott lesz minden pártnak a megfigyelője, azoknak a pártoknak is a megfigyelői ott lesznek, akik az első körben kiestek. De hogyha azok nem is lennének ott, sarban lesz a liberális pártnak a megfigyelője, meg a szociáldemokrata pártnak a megfigyelője. Na most hogy egyeznek meg azon, hogy te ott voltál szavazni, és akkor te kire szavaztál, ha te nem voltál ott, ugye? Egyrészt, másrészt pedig látjuk, hogy van ez az informatikai rendszer, amivel leszkennelik a személyazonossági kártyánkat, és nem tudsz úgy szavazni, hogyha már egyszer le volt szkennelve sehol az országban. Ha pedig nem vagy leszkennelve, akkor meg, hogyha X szkennelés van a táblagében, akkor lehet Y-cetli az urnában, úgyhogy én nem hiszek ebben. Akkor ez csak egy ilyen urbán legenda, ahogy szokták mondani? Vagy esetleg régen volt ez aktuális? Ezzel akarják rábeszélni, szerintem az embereket menjenek el szavazni, mert hogy régen voltak ehhez hasonló kihágások. Azt sem értem, hogy azt hogy tudták megoldani, viszont ugye nem volt ennyire informatizált a rendszer, meg talán nem érdekelt ennyire az embereket a végső kimenet, meg ugye szoktuk azt is hallani a választópolgárt, hogy minek menjek szavazni, úgyis el van az már döntve. Hát ez meg a másik ellentétje ugye ennek, hogy el kell menni szavazni, mert ha nem mész el szavazni, de szavaznak helyetted. Ez sem igaz szerintem, és a másik sem igaz. Na hát beszélünk még, mert ugye rendeztek egy vitát, vagyis legalábbis terveztek rendezni egy vitát, ami aztán egy picit érdekes módon alakult. Hát meg volt a vita, csak két különböző helyszínen és egy óra eltolódással. Tehát akkor úgy vitatkozott, hát akkor maradjunk már ennél a témánál, ha már belementünk, hogy úgy vitatkozott a két jelölt, hogy különböző helyeken voltak, ugye? És mint mondtad, hogy még egy időzónát is ugrottak, hogyha mondhatjuk így. Ha jól vagyok értesülve, nem követtem a televízióban ezt az eseményt, viszont most utána olvastam, még vártalak téged itt a stúdióba, hogy Johannis kimondottan kiválogatta, hogy ki vesz részt ezen a sajtótájékoztatón, mondhatjuk ezt így. Ő vitának hívta, de a sajtótájékoztató. Hát de most magával, vagy kivel vitatkozott? Állítólag olyan újságírókat hívott oda, és olyan közeli személyeket, akiknek a véleményük és a kérdésük nagyon-nagyon fontos. Mármint neki? Is. Tehát, hogyha kiválogatta, hogy ki kérdezzen, akkor neki. Neki mindenféleképpen fontos, de azt gondolta, hogy nekünk választópolgároknak is fontos azoknak az újságíróknak a jelenléte. És akkor így... Szerintem a Viorica Döncsi jelenléte sokkal fontosabb lett volna. Hát valószínűleg. És az ő sajtótájékoztatója? Azt mondják szakértők, ezt nem én mondom, utána az ilyen levezető műsorokat néztem, nem sikerült meghallgatnom egyiknek sem a sajtótájékoztatóját, hívjuk ezt inkább így. Bár a Viorica Döncsi az inkább vita volt, mint sajtótájékoztató. A Johannisé, azt mondták, az egy olyan
esemény volt, mint egy monarchikus rendszerben, amikor kijön a király, meghívja az újságírókat, kiválogatott újságírók vannak, nagyjából a kérdéskörök is fel vannak, le vannak osztva mindenkinek, a sorrend is mindenkinek, hogy 2 perc, stb. Tehát úgy megvan rendezve szépen minden. Ja, úgy írta itt a cikkbe, hogy beadta magának, és be is fejelte, már hogyha ilyen EB-selejtezők voltak épp egy időben. Ezt mondták a szakértők is, igen hogy kb. Ez volt a Johannisé, a Döncsilái pedig ennek az ellentétje volt, azt mondták, hogy ez volt a demokratikus verziója, hogyha ezt államban szeretnénk mérni ezeket a dolgokat, hisz Döncsel próbálták ízek pici darabokra is ízekbe szedni az újságírók, ami állítólag nem nagyon sikerült nekik. Én láttam egy részt, amit tényleg azt gondolom, hogy egy kényelmetlen kérdés volt a volt miniszterelnök asszony fele, és nagyon-nagyon higgadtan és logikusan válaszolt az újságírók, úgyhogy az újságírók kérte a végén elnézést. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, amikor azt kérdezték tőle, hogy mivel értékeli ezt, hogy a fiának nem tudom milyen kinevezése lett az elmúlt időszakban, amikor ő miniszterelnök asszony volt, és hozzátett a miniszterelnök asszony, hogy a fia előtte kapta meg a kinevezését nem tudom milyen pozícióban, nem amikor ő miniszterelnök asszony volt, és egyébként az ő fia egy örökbefogadott gyermek, nem vérszerinti gyermeke, és többször elmondta a gyermeke, hogy neki abból semmilyen pozitívó nem származott, hogy meg nem származik, hogy az ő édesanyja miniszterelnök asszony, vagy most már csak volt, múlt időben beszélünk erről, mert hogy azóta minden eredményét és minden előrehaladását rögtön a sajtó elkezdi ízekre szedni, meg áskálódni a zsebeiben és a háta mögött, és igazából nem az ő általa a kikapart gesztenyének vélik ezt, hanem az anyukájának a titulusának, és mondta, hogy ő egyáltalán nem örül ennek. Anyukája pedig hozzátette, hogy nem szokott tudni a fiának a terveiről, soha nem beszél a fia ezekről a terveiről, direkt emiatt, hogy ne legyen még a homályos annak, hogy bármit is anyuka beletesz, és soha nem volt semmilyen politikai megnyilvánulás egyébként a fiának, és visszatette a kérdést egyébként a miniszterelnök azt, hogy mit kellett volna tegyek az utcán, kellett volna hagyjam annak idején azt a gyermeket, hogy mert hogyha én miniszterelnök azt mondja, leszek, akkor neki ne kerüljön. De ez a dolog amúgy mennyire volt köztudott, hogy neki egy örökbefogadott fia van, vagy ez most került elő? Én most tudtam meg, hogy neki van fia, meg hogy az örökbefogadott. Lehet, most lehet kicsit rossz vagyok, de lehet, hogy ez is egy ilyen kampány, hogy ő milyen jó ember, hogy örökbefogadott egy... Mit gondolsz erről? Szerintem nem volt ez a kampány része, mert hallatszott az újságírónak a kérdésén, hogy nem, vagy nagyon jól megjátszották akkor ezt a részt a szociáldemokraták, mert hogy egy olyan hát tegyünk keresztbe és tegyünk fel egy nagyon kényelmetlen kérdést a miniszterelnök asszonynak, az államfőjelöltnek, hogy jó, amit mondod, de akkor ez hogy van, hogy a családon belül itten osztogatjuk mi a pozíciókat, tehát ez így jött ki. De ez megy a másik oldalon is, mert Johannisnak is ilyen ingatlan kérdései vannak, meg magánórából szerzett, nem tudom milyen pénzek ezek. Hát mondjuk azt az elmúlt 5 éve nem tudta még elmagyarázni, annyit mondott rá, hogy Guinion. Minden esetre nem tudom, még lesz-e valamilyen vita még a hét folyamán, vagy ez most már így ennyi, és akkor vasárnap... Hát kivitázták magukat, úgy gondolják. Hát külön-külön, tehát igen. Akkor nincs szó olyanról, hogy egymással nincs. Szemben, hanem... Jó, oké. Okay. Nincs, és még volt egy összegzése ennek a két vitának, azt mondták, hogy Romániának van egy néma államfőjelöltje, és van egy fecsegő államfőjelöltje. Aztán szerintem el tudjuk dönteni, hogy melyiket gondolták. Változtatott ez bármit is az eddigi helyzeten, a tegnapi idézőjeles vita? Szerintem arányaiban igen, meg az elmúlt másfél hét is arányaiban igen, de azt gondolom, hogy végeredményben nem. Én azt hiszem, hogy Döncsilának több szavazatja lesz, mint az első fordulóban. Tehát azt gondolom, hogy a 2.100.000 körül volt, ugye, hogyha jól emlékszem. Nem emlékszem már én sem pontosan. Annál több lesz most neki. Viszont nem fogja beérni, én azt gondolom, Johanniszt. A román kollégák még egyszer, akikről ugye múlt héten is beszéltem, azóta folyamatos a beszélgetés. Egyre erőteljesebben és egyre határozottabban mondják ugyanazt, amit a múlt hét óta
hallottam tőlük, hogy zavarja őket az arrogancia, amit Johannes tanúsít, és egyre szimpatikusabb az embereknek az a kedvesség, az a melegség, ami sugárzik az államfő asszony jelöltből. Mindenki hozzátesz, hogy igen, lehet, hogy a képességei azok talán szerényebbek, mint amit egy államfőtől elvárnak az emberek, és azt is hozzáteszik az emberek, hogy egyébként viszont a Johannes képességei is tulajdonképpen elég szerények ahhoz képest, ahogy egy államfő kéne viselkedjen, vagy mozogjon, vagy amit kellene tudjon. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy van két gyengén képzett államfő jelöltünk. Az emberek véleménye szerint az egyik egy picit arrogáns, a másik meg talán egy fokkal, vagy kettővel, vagy hárommal, most minden ki, ahogy értékelj, de igazából ez egy csúnya kifejezés, butácskább, mint az előző. Aztán mindenki úgy fog szavazni valószínűleg, ahogy szimpatikusabbnak látja ezt a helyzetet, meg valószínűleg olyanok is lesznek, akik nem mennek el szavazni. Én azt gondolom, hogy a szavazásra képeseknek a nagy része nem fog elmenni szavazni, tehát nem lesz most meg az 50%. Egyébként az elmúlt évek egyik leggyengébb részvételét produkálták már az első körben is ezek a jelöltek, mert hogy igazából, hogyha a román közösség szempontjából nézzük ezt az államelnöki választást, nem volt tényleg egy olyan bomba jó jelölt. Tehát még úgy ígéretben sem volt bomba jó egyik sem. Mindegyik ígért, mindegyik mondott valamit. Egyik ugye azt mondta, és azt mondja egyfolytában, hogy ő meg akarja szüntetni a PESZ-et, és ő ki akarja őket igazából tenni a politikának a szélére, mert hogy ők már reformálják meg magukat. Most már tegnap így magyarázta a PESZ-et elleni harcát, igazából már lassan úgy jött ki, nem tudom hány új liberális szavazatot hoz neki, hogy ő a PESZ-ének igazából a megmentője, mert ki kell őket rakni, hogy újra reformálják magukat, hogy azokat a baloldali választópolgárokat, akik baloldaliak, azokat kellőképpen is olyan balos minőségi emberek képviselik, amilyeket ők megérdemelnek. Úgyhogy volt ebben egy csavar, szerintem a kampánystábja rászólt, hogy azokkal a kifejezésekkel nem biztos, hogy kell élni, mert nem biztos, hogy az ő feladatja az, amiket sokszor elmondott. Aztán ugye van egy miniszterelnök azt, akire ráigették azt, hogy ő a ízig-vérig korrupt Dragnának a bábúja. Ami én nem tudom, hogy mennyire igaz ebben a formában. A miniszterelnök azt mondja, egyébként még volt egy nagyon jó felvetése, egy elgondolkodtató felvetése, nagyon jó, hát ezt most nem mi kell eldöntsük, ezt sem. Amikor azt mondta, hogy rendben van, a Dragnál hibázott bűnhődik, de a Johannes a házai és a többi dossziéjával kapcsolatosan mikor fog bűnhődni, mert hogy a dossziék el vannak készítve, meg vannak a hibák állapítva, és igazából nincsenek döntések ebben a kérdésben. És ez is nagyon-nagyon azt gondolom, hogy helyén van a kérdés, mert hogy picit azt gondolom, hogy az elmúlt években a közvéleményen egy síkon látta a romániai politikában lévő korrupciót. A korrupció, lopás, csalás, az csak a PESZ-e. És igazából a liberális párt egy ilyen megmentő angyalseregnek lett lefesve egyébként a médiában is az elmúlt időszakban. Aztán ugye ilyenkor kampányban úgy fel jönnek azok a régi sebek, amiket politikusok meg is kampánycsapatok előhoznak, hogy jó, rendben van, de a másik oldal az tényleg, hogy biztos az, ami most az elmúlt években hallatszik, meg látszik róluk. Tehát nagyon érdekes igazából. Volt 10-valahány államfő jelölt az első körben, és én még mindig azt tudom mondani, hogy... 14. Még mindig azt tudom mondani, hogy abból talán 3 volt az, aki szavazatokat érdemelt. Kezdeném a sajátunkkal, ugye a Kelemen Hunorral, a paleológúval, akinek igazából egyetlen egy bűnt, amit rá tudtunk varni, az az, hogy Petrovnak az embere, Böszeszkunak a pártjának volt a jelöltje, illetve jó jelöltnek tűnt még a Diákonu, akinek volt egy programja is Romániának a úgymond a értékeinek a feltárásáról és a kellőképpen való kibányászásáról beszélt, de hát látjuk, hogy ezek a jelöltek igazából a úgymond a nagy pártokkal szemben sehol nem jutottak. Egy normális országban pedig ezek közül legalább egy be kellett volna kerüljön a második körbe. És ugye azt is látjuk, hogy mekkora nagyon tudott bukni az Uszere, aki teljesen nyugodt volt abban, hogy ők második körben lesznek, és nagyon elmaradtak a második körtől, és igazából Döncsilla is a Szociáldemokrata Párt simán besétált a második fordulóba, már Dambarnáikhoz képest simán. I got to move.
Na de legalább tudjuk, hogy akkor az iskolában tanult dolgok azért bármikor kelhetnek, mert ugye a tegnapi sajtótájékoztatón ugye elhangzott, hogy mi a körnek a területe, és hogy mondtad, hogy Döncsila rossz választ adott. Johannes pedig nem adott választ. Johannes nem adott választ, neki egy órával később tették fel, és kikerült a válaszadást, viszont így mi kaptunk arra választ, hogy mert mindig azt súlykolták belénk, hogy erre bármikor szükséged lehet az életben. A matek órán tanult dolgok. Hát most, aki Románia államfő akar lenni, az akkor... Most már tudjuk, hogyha Zsolt, ha arra indulsz, akkor jegyezd meg mindenképpen. Ezt meg kell tanulni, igen. De nem Johannistól fogom megkérdezni, mert hogy neki... Nem, neki hogyha nem tőled volt, kérdik meg. Igen, de nem tőle fogom megkérdezni, hogy most segítsen ebben, mert neki nem volt erre válasza. Ja, jó, igen. Viszont az megvan, hogy azt mondta, hát nem tudom, műsorvezető volt ő? Egy hang, mert én egy hangot hallottam, hogy talált egy fiatal egyetemistát a közönség között, Ludovik Orbánnak hívják, akit megkér arra, hogy tegyen fel egy kényelmetlen kérdést az államfőnek, és annyira meglepődött a miniszterelnök, hogy tényleg megkérdezte, tényleg én tegyek fel kérdést, ez nem volt szerintem megbeszélve. A kényelmetlen kérdés pedig az volt, hogy hány szavazatra számít a második fordulóban. Ez tényleg egy nagyon kényelmetlen kérdés volt. És azt mondta az államfő, hogy mindenki rá fog szavazni, aki rá akar szavazni. Hú, azt a mindenki. Ugye a válasz sziporkáztak. Hihetetlen. Voltak még érdekes dolgok a héten. Kanyarodjunk vissza, ha jól tudom, a hétvégén történt egy elég furcsa eset Temesváron, amiről azóta meg minden nap cikkeznek. Egy ártalmatlannak tűnő rovarírtás következtében egy lakóházban hárman is meghaltak, ha jól emlékszem a számokra, és majdnem 30 embert kellett kórházba szállítani. Illetve most az adás felvétele napján is friss hír, hogy újabb rosszul létek jelentek meg abban a zónában. És letartóztatták a cégnek a tulajdonosát, aki így van. Szúnyogírtást végezte. Hát amennyire én értettem, nem megfelelő összetételű írtószerrel próbálták elvégezni a munkájukat. És állítólag illegális szerrel is, tehát betiltott szerrel. Ez hogy fordulhat elő, vagy ez miért jó vajon egy ilyen cégnek, hogy nem megfelelő cuccal szórja szét ott azt a lakóházat, nekem, lépcsőházat. Nekem dobásom nincs, én csak arra tudok gondolni, hogy talán lehet, hogy ez az olcsóbb verzió, és spórolni próbáltak, és Kapzsiságnak sajnos emberáldozat lett ugye a vége, és rengeteg kórházba szállított beteg is. Ezek a dolgok időnközönként mindig fölröppennek Romániába, ehhez hasonló dolgok, hogy ilyen-olyan cégek ilyen-olyan gondolatlanságból elkövetett sérüléseket, vagy nehogy Isten emberöléseket hajtanak végre. Én azt gondolom, hogy talán felelőtlen itt egy picit ebben a történetben mindenki. Az is, aki a cég tulajdonos, az is, aki azt a vegyszert kiszórta, mert gondolom nem a cég tulajdonos szórta ki, és talán picit az önkormányzati alkalmazott is, vagy ki tudja, aki ugye a megrendelést végezte is, nem ellenőrizte. De ki gondolná azt, hogy le kell ellenőrizni és kimenni a céghez, hogy nézzük meg, hogy abból a kulacsból akkor mi tönt ki. Mert hogy azt gondolnád, hogy jön egy cég, akinek erre engedélye van, nem te önkormányzat vagy a hivatott abban, hogy te ezt ellenőrizd, hogy ő teljesen a szabályokon belül van, hanem vannak erre szervek. Valószínűleg akkor rendben is volt minden, amikor a szervek ellenőrizték őket, meg mindenre kivették ők az engedélyeket. Úgyhogy vissza is szívom igazából, hogy az önkormányzatnak az alkalmazottja is figyelmesek lehet volna legyen, mert igazából nem az ő tisztje, hogy ezt figyelje neki. Az a tisztje, hogy el legyen végezve a munka. Márpedig a munkát sajnos elvégezték. Mindig ilyenkor megyünk úgy neki a falnak, mikor meghal valaki egy bármilyen ilyen helyzetben, hogy aztán elővigyázatosabbak legyünk. Most valamiért az izé jutott eszembe. Kollektív. Akkor, igen, pontosan majdnem egy hónapja terve is volt, hogy akkor beszélünk róla, aztán végül kiesett a
az időnkből annak a témának az átbeszélése is, hogy, hogy akkor is ugye akkor figyelt fel úgy a közvélemény, hogy egy-egy szórakozó hely gombaszerűen nyílik meg, és egyáltalán nincs leellenőrizve, hogy ott tényleg megvannak-e azok a kijáratok, megfelelőek azok a menekülési pontok, hogyha ilyesmi történik. Mert egyszerűen nem ezzel indít valaki, hogy na és akkor, hogyha lesz egy tűzvész, akkor nézzük meg, hogy ki merre fut. Tehát egyszerűen nem foglalkozik ezzel senki, és tényleg... Sajnos meg kell halljon egy ember, vagy akár több, hogy ezeket aztán jobban megnézzék, illetve leellenőrizzék. Én emlékszem akkor tényleg, mikor volt ez 2015-ben, ha jól emlékszem, ugye, hogy utána zártak be szinte a helyek hónapokig, és... átalakítottak. Így van. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, minden esetre ugye nyomozás folyik, ahogy Zsolt is mondta, letartóztatták ennek a cégnek a tulajdonosát, kíváncsian várjuk a fejleményeket ez ügyben, hogy mi lesz igazából ennek a végeredménye, vagy mi lehet ennek a végeredménye, börtön és ennyi? Hát valószínűleg börtönt ugye fog kapni, és valószínűleg ezek a cégek, amelyek a piacon vannak, és hasonló munkálatokat végeznek, most már nagyon szigorúan ellenőrizve lesznek, úgyhogy... Mindenki majd otthon fű alatt fogja ezeket elvégezni? Privátban? Mármint, hogy nem hív céget. Mondjuk egy ilyen lakóközösség, hogyha érted, mire gondolok. Nem, hogy megveszik ők, vannak ugye minden lakóközösségben olyanok, akik irányítják azt a... Nem tudom, hogy működik máshol, de Margitán a lakóközösségek aztán nem szoktak ilyet végezni, a városháza szokott megrendeléseket végrehajtani, és akkor az egész város minden tömbházának, minden lépcsőházát beszórják, illetve van földi, ugyanakkor légi szórás és helikopterből, vagy kis repülőből. Én nem tudok arról, hogy lakóközösségek saját maguknak is végezzék ezeket a dolgokat. Azért mondtam az előbb is, ugye, hogy önkormányzat. Én azt gondolom, hogy csak simán drágább lesz a szolgáltatás. Azok, akik a piacon vannak, azok ugye több ellenőrzést fognak majd kapni, hatóságok majd jobban a körmük alá fognak nézni, mindenki most megijedt egy kicsit, ki kicsit, ki jobban, és akkor azok, akik a piacon vannak, vagy maradnak, azok ki fogják használni ezt a helyzetet, hoznak majd mindenféle fajta igazolást, hogy mennyire törvényen belül vannak, és az ő szereik az mennyire rendben van. Ennek a másik oldala meg az lesz, hogy ilyen szentelt vízet fognak szórni nagyon-nagyon sok pénzért, ami nem fog segíteni a szúnyogoknak a számának a csökkenésében, ugyanakkor nagyon sokba fog kerülni majd azoknak, akik megrendelik. De akkor van itt még egy állatos hírünk, ugye ez is most a hétvégén ütötte fel a fejét, ugyebár ha jól tudom, akkor valahol Parajd és Szaváta között egy autó elütötte egy medvét, amely éppen át szeretett volna haladni az úton, vagy hogy van ez, hogy az út halad át az erdőn, vagy hogy van ez a régi anekdóta, hogy hát átszaladt itt az úton előttem egy medve, hogy nem öcsém, te mész át az aszfalton az erdőbe. És hogy is volt pontosan ez a történet, hogy ott maradt a medve napokig, órákig? Én úgy emlékszem, hogy úgy volt a hírekben, hogy 20 órán keresztül a megsebesült, megsérült medve ott volt az út szélén, és ott próbálta túlélni azt a 20 keserves órát, és nem volt olyan környezetvédelmi szervezet által, minisztérium által olyan ember, aki kiadja a kilövési engedélyt arra medvére, amelyiket igazából annyira megsebesítették, hogy meggyógyítani nem lehetett, viszont még életben volt, úgyhogy szenvedett szerencsétlen medve 20 órán keresztül az út szélén. Ezt pedig ugye végignézték nagyon sokan, akik ott elhaladtak autóval. Hát ez is azt mutatja, hogy mennyire jól működik az ország, és hogy a bürokrácia az milyen szépen vissza van nyesegetve, mert hogy komolyan mondom, nincs szerintem sok ehhez hasonló hely Európában, ahol egy ilyen szituációban 20 órát kell várni egy olyan papírra, ami igazából egy telefon elnyomása után, és esetleg egy jelentés elimélizése után 10 percen belül nem kéne visszajöjjön. És mivel, hogy volt ehhez hasonló eset már Romániában, amikor a vadásztársaság megadta a kilövési engedélyt, és utána a vadásztársaságot és a vadászt is megbüntették, és majdnem börtönbe kell
került, mert a minisztériumtól nem volt engedély. Most nem volt vadász a környéken, aki ezt bemerje, mert ez a vadászok elterjedt ez a történet, és most nem volt vadász a környéken, aki bemerje azt vállalni, hogy kilője a szerencsétlen szenvedő haldokló medvét. De amúgy láttuk ugye nyáron, tehát jól működik, idézőjelben jól működik ez a rendszer, ahogy te is mondtad, hogy ott is emberéleten múlt ugyebár a nyomozás a kislány után a... Karakáli. Így van, tehát ott is ugye az volt, hogy nem törhettek be, ott álltak az ajtó előtt, de hát nem volt meg a papír, hogy bemenjenek. Végül aztán lelőtték az állatot. Igen. És rá egy napra vagy kettőre, mert nem emlékszem már pontosan, hogy ez, amiről most beszélünk. Ez volt az első. Ez volt vasárnap, vagy igen. És aztán rá két napra ugyancsak elütöttek egy másik medvét, azt valahol Brassó. De az meghalt a helyszínen. Nem, az sem halt meg, nem. Azt is el kellett altatni, és aztán elvitték egy rezervátumba, medverezervátumba Brassó mellé, és akkor ott ugyancsak az altatás mellett döntöttek, mert hogy olyan súlyosan megsérült ez az állat, hogy nem tudtak rajta segíteni. Meg ugye felvetődik a kérdés, hogy ez miért történik meg most, vagy miért történt meg így egymás után kétszer, vagy... Igen, ugye te kérdezted, hogy a medvék miért nem alusznak már. Igen, erre akartam kiukadni. Én azt mondtam poénosan, ugye várják a Mikulást, de ez a nem meggondolt vicces válasz volt. Hát ugye, igazából én nem tudom, medvék mikor kell elmenjenek ledőlni téli álomra, viszont azt ugye tudjuk, hogy és látjuk és érezzük, hogy elég enyhe novemberünk van. Én nem is emlékszek még eddig ilyen időjárás szempontjából ilyen klassz novemberre. És ugye tolódik ezek szerint a medvéknek is az elvonulási időszaka. Az időjárás az kitágítja, illetve a területük meg összeszűkült. Igen, a másik ugye... probléma, ugye, amiről beszéltünk műsoron kívül, hogy az élőhelyük is egyre kisebb, valószínűleg az alvási területük is egyre felszámolódik, és azt is mondtuk poénosan, ugye, hogy mivel már itt november közepe van, és az erdők is egyre kisebbek, úgyhogy a medve már lehet lassan ilyen félállomban volt, szammagott át az úton, és nem volt figyelmes arra, hogy jön az autó is, ezért ütött el. Miközben ő egyébként... Hát hogy nem ő kellene figyelmes legyen az autó. Miközben ő ugye szállás helyet keresett magának. Hát most nem tudom, hogy ki kéne figyelmes legyen, de ki az az ember, aki arra számít, hogy megy az országúton is átugrik egy medve. Mert hogy ilyet hallottam, hogy vaddisznó, meg őszike, meg láttam is ilyet, meg nyúl, meg ilyen történetek vannak, hogy ezek a vadak károkat okoznak egy autóban, de én még medvéről nem sűrűen hallottam, hogy medve kiugrott az autó elé. A másik, hát valószínűleg ő se ugrott ki, csak ahogy beszéltük az elején, hogy ő végezte a dolgát, úgy, mint minden nap. Mint minden normális medve. Mint minden normális medve, csak igen, közben jött egy, mit tudom én, egy Opel. Meg egy globális felmelegedés és egy kis. Igen, úgy hirtelen jött egy globális felmelegedés, mindjárt még fogunk erről beszélni, vagy ezzel kapcsolatban, de hogy most azért került be ez a második eset, mert hogy volt az első? Tehát, hogy azt akarom kérdezni, hogy ezek azért valószínűleg sűrűbben előfordulnak, vagy gyakrabban, csak így nem került fel a médiába, vagy be a médiába, csak most ez így fel lett kapva a hétvégi eset, és akkor most gyorsan odafigyeltünk a másodikra is. Mennyire van? Én nem nagyon hallottam medveütésről eddig, nem tudom, hogy van sok ilyen, vagy nincs, viszont az biztos, hogy az első medvének az elütése, és neki a 20 órás tortúrája az út szélén, az égbe kiáltó. És lehet, hogy annak kapcsán lett ez nagy hír. Viszont most kíváncsian várom majd a következő néhány napnak sajtótermékeit, mert hogyha nem lesz újabb medvegázolás, akkor azt jelenti, hogy igazából nincs minden nap medvegázolás, vagy minden héten, hanem most pont úgy esett, hogy egy héten belül volt kettő, és az első az akkora tehetetlenség lett mutatott az állam részéről, hogy ebből nagy hír lett. Nem csak Romániában, egyébként nemzetközi sajtóban is olvastam. Got to.
Na de akkor maradjunk még itt a felmelegedésnél, illetve a környezetvédelemnél, ugyanis két hír is felkerült ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis én vontam így össze így a kis fejecskémbe, míg böngésztem itt a heti híreket, hogy egyre többen vásárolnak környezetkímélő autót Romániába, illetve hogy Temesváron egy elég nagy, hát elég nagy, ezt most nem tudom pontosan, hogy mit jelent, de itt a hírben benne vannak a számok, hogy Kelet-Európa legnagyobb bicikli gyárát fogják megnyitni. Tehát ugye azért is mondtam, hogy egy ilyen párhuzamot képezzünk az előző medvés dologgal kapcsolatban, mert hogy valószínűleg az is a felmelegedés oka, mint ahogyan a károsanyag kibocsátás az autókból, és hogy ezek, hogy ennyire kezdjük most már, hát nem tudom, hogy mennyire lehet ezt egyensúlyba helyezni, de hogy ezek azért mégiscsak arra mutatnak. Nem vitatom azt, hogy ugye globális felmelegedés van, mert hogy az most már elég vak kell legyen az ember, elég egyértelmű, hogyha ezt vitatni szeretné, mert hogy van. Az, hogy miért van, az vitatható már, mert hogy hallottam olyan szakértői véleményt is, hogy ez hullámokban jön, a felmelegedés, majd aztán a lehűlés is érkezni fog. Hát mi most pont ezt kaptuk ki, a felmelegedés, aztán majd lehet, hogy a dédunokáink pedig majd a lehűlés fogják kikapni. De érdekes, mert Velencében ugye ott árvíz van, Ausztriában hétvégén már szakadt a hó, itt meg 19 fok volt a hétvégén. Igen. Viszont láttam egy olyan fénykép összeállítást, azt igazából nem tudom megítélni, hogy mennyire igaz ez. Kíváncsi vagyok a te véleményedre, meg egyébként a rádióhallgatók véleményére is, hogy nem a személyi gépjárműk azok, amik tönkreteszik a klímánkat és rombolják a környezetet, mert hogy a világ összes autója, dízelautója volt odaírva egyébként. Nem szennyez annyit, mint most nem akarok hazudni, 15 óceánjáró hajó. Valami ilyesmi volt a képen. Úgyhogy, hogyha ezek a dolgok tényleg így vannak, vagy legalábbis köszönő viszonyban vannak ezzel az információval, tehát hasonló adatok érvényesek, akkor én nem értem, hogy mi ez a nagy fölháborodása a személygépjárművek ellen. Persze azokkal is valamit kezdeni kell, viszont mindig azt mondtam, és ezt most is tartom, hogy a nagy gyárak és azok a belső égésű motorok, amelyek nagy gépeket mozgatnak, lásd, óceánjárók és a többi, azoknak a konszolidálásán is kellene dolgozni, illetve nem tudom, hogy ezek a környezetkímélő autók, amelyekre most mi azt mondjuk, hogy környezetkímélő autók, ugye erről is már volt szó ebben a műsorban, egy másikban, de a Cycle-t-ban, hogy most nem bocsát ki semmilyen káros anyagot, mert hogy tegyük fel, aksival működik, tehát árammal, és tegyük fel azt az áramot, amit nyerünk, és amivel feltöltjük, azt szélenergiából szedtük, és akkor itt ez a rész ez teljesen öko. Viszont az akkumulátor, ami után kikerül az autóból, az nagyon környezetszennyező, és sok éven keresztül hát szakszerűen kellene tárolni annak érdekében, hogy ne károsítsa a környezetet, a talajt és a ivóvizeinket és többi és többi. Úgyhogy nem vagyok abban sem biztos, hogy hosszú távon, amit most azt mondjuk, hogy környezetvédő elektromos autó, az tényleg hosszú távon környezetvédő és elektromos autó. Most nekünk igen, mert most mi azzal nem bocsájtunk ki semmilyen káros anyagokat, de amikor lepakoljuk majd és elviszük az ócskavasba, a gyermekeinket majd lehet pont zavarni fogja, vagy unokáinkat. De sokkal jobban, mint az a kis dízelautó, amivel most elpöfögünk. Ezt felvetettem, ezt a kérdést, mert te ültetted be a fejembe ezt a gondolatot, amit az előbb elmondtál, hogy jó környezetkímélő, de hosszú távon akkor azok az akuk azokkal mi is lesz, és unokatestvéremmel beszélgettünk nem is olyan rég erről, és ő mondott olyan dolgokat, hogy az is meg fog változni, tehát az akkumulátoroknak az összetevője, ami ugye belekerül, ami
működteti ugyebár az autót, és próbálnak azon is dolgozni, hogy azok minél kíméletesebbek legyenek. Nem tudom, hogy, hogy ezt mennyire sikerül majd megoldani, illetve hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy 100%-ig felbomló anyagot nem tudnak létrehozni, ami aztán évekig akár működjön egy autóba. Kíváncsian várjuk ennek is majd a megoldását. Valamit még akartam, ja igen, azt akartam még mondani, nem tudom, hogy, hogy ebben az adásban már felvetettem-e neked ezt a kérdést, hogy, hogy hallottam egy ilyen okfejtést ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogy itt vannak ezek az okostelefonok, amik ugye, ha jól tudom, 2007 óta robbantak be a piacra, tehát egy olyan 12 évről beszélhetünk, és szinte napról napra, de ha nem, akkor hónapról hónapra fejlesztik, akár szoftvergyügyileg, akár kinézetre, akár stb. De az autókkal ezt miért nem tudják megcsinálni, amik már több mint 100 éve mennek az úton? Tehát, hogy nincs, nem történt meg az a mértékű fejlődés az autók világában, mint például a telefonok világában az elmúlt 100 évben. És egy ugyanolyan használati tájról beszélünk. Hát valószínűleg már nagyon nehéz új terméket kitalálni, új meghajtási terméket kitalálni, tehát új motort, új működési, olyan működésű motort, amely környezetkímélőbb lenne sokkal, mint a hagyományos. Jó, csak 100 év alatt szinte ugyanaz a koncepció egy autóban, tehát ugye motor, stb. Most nem tudom felsorolni, mert nincs autóm, nem értek úgy hozzá, de hogy nem történt egy olyan változás, most én a telefont mondtam, de szerintem számtalan ilyen használati dolog van az életünkben. Szerintem a telefonok is most már le fognak állni. Mármint? Mármint, hogy nem sokáig lehet majd őket fejleszteni, tehát lassan el fog érni a plafont. Az autókat is, ha megnézed, az elmúlt 100 évhez képest rengeteget fejlődött egy autó. A telefon persze az elmúlt 15-20 évben óriásit robbant, mert vezetékes telefontól eljutottunk oda, hogy egy telefonban benne sőt, van. Sőt, onnan, hogy le kellett menni a tantuszt bedobni az utcai telefonba. Igen, meg hogyha azt veszük, hogy floppy disk meghajtású számítógépek voltak otthon, és most igazából a telefonban benne van igazából minden történet. És felhőkbe tudjuk tárolni igen. A floppy. Igen, tehát ez óriási fejlődött, de viszont az autóipar is óriási fejlődött az elmúlt 100 évben, hogyha visszagondolunk azokra a kis vékony kerekű, kis küllős kerekű autókra, ahhoz képest ugye most már magától közlekedő autók vannak, és be tud parkolni magától, el tud vinni A pontból B pontba, nem kell térképet böngészni, mert tudja. Viszont nagyon érdekes, amit mondtál, mert hogy ennek egy része, hogyha most belegondolunk, akkor a telefon és a számítás technikának a térhódításából kerül be az autónak a hát úgymond tulajdonságai közé, vagy extrai közé. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor cikkeztek erről a helyi újságok, de volt szó róla, hogy Nagyváradon, illetve Bihar megyében is elkezdik építeni az ilyen töltőállomásokat. Te erről hallottál valamit? Igen, a Bihar megyei tanácsnak volt egy ilyen projektje, hogy Nagyváradon is a nagyobb városokban. Tavaly előtt valamikor. Egy-egy ilyen pontot kiépítenek. És erről volt beszéd. És terv. Nem tudok semmilyen frisset róla, igen. Tehát az úgy volt szó róla, és aztán azóta így el lett téve szerintem a sufniba. Azt tudom, azt hallottam nem is olyan rég, hogy Norvégiában, de hát most megint ugye ugrunk egy óriási szintet, tehát Norvégiában szerintem 2025-ig lecserélődnek az autók, tehát szinte 100%-ig csak ilyen elektromos autók lesznek, tehát van egy ilyen szabály. Mondjuk az lehet, hogy fog mozogni aztán még vagy két évet, mármint kitolódni, de ők már így elhatározták. És akkor, hogyha megérkez egy ilyen dízel meghajtású autóval, nem tudom, lelőnek. Nem, szerintem nem engednek be az országba. Akkor majd néznek, hogy ilyen hülye paraszkált európai? Valószínűleg, de gondolom, hogy nem mehetsz be egyértelműen már az ország területére. Norvégia? Ez Norvégia. De ha jól tudom, Svájc is, meg... Na jó. Igen. És a repülőkkel mi lesz? Igen. Igen, ez egy összetettebb dolog. Ugye volt most ez a Greta Thunberg-es sztori, hogy ugye a nagy környezetvédő, meg a globális felmelegés. Nincs ezt túlnyomva? És repülővel ment el A pontból B pontig, tehát rugott egy hatalmas öngolt. De volt olyan is természetesen, hogy fél napig utazott vonaton, tehát az már valamivel környezetkímélőbb dolog, mint a repülővel közlekedés, de előfordulnak ilyen dolgok.
Katkatum. Na és akkor folytatódik még egy picit a Szájkarate 2.0, az utolsó blokkunkba egy picit visszakanyarodunk a politikába, mégpedig a romániai politikába természetesen. Ugye friss hír ez is, hát ha jól látom, ez tegnapi az adás felvétele előtt egy nappal lett közzétéve a Bihari Napló oldalán, hogy szövetségre lép a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt, és ez újdonság. Most, bár ugye mi erről beszéltünk, illetve itt az adás felvétel előtt ugye így gyors fejszámolással kiszámoltam neked, hogy már több ideje szakadt szét, ugye bár hát nem tudom, a történelmi RMDSZ, mondhatunk ilyet több részre, előbb ugye kettő, utána már három részre, és ugye most már 15 éve van ez a helyzet. Igen. Van három érdekvédelmi képviselet, hát, és mindenki próbál pozíciót nyerni, szavazatokat megkapni a választópolgároktól. Olvastam egy nagyon jó mondatot egyébként ebben a közleményben, amit ők kiadtak. Most nem találom itt telefonról, de akkor beszélek úgy, hogy olvastam, és hogy emlékszek rá, hogy milyen részek vannak benne. Azt mondják, hogy most ugye 30 éve a temesvári forradalomnak, és akkor ez egy új forradalom, hogy most összeállnak, mert hogy igazából az alapelvek azt mondják, hogy hasonló alapokon állnak, és hogy azt is elmondják, hogy nincs szükség ennyi magyar pártra, mert hogy lehet, hogy valaki összehozta a matematikával őket, de még nincs teljesen tiszta képük, még mindig ködös, mert hogy hát kevesen vagyunk, viszont azt mondják, hogy kell egy alternatíva az RMDSZ-vel szemben, mert ez az RMDSZ monopól helyzetre törekszik. Na már most, hogyha kevesen vagyunk, akkor meg minek kell még mindig két választási lehetőség, miért nem jó egy, és akkor minden magyar arra szavazzon, és akkor legyen egy egységes üzenete ennek a három pártnak. Egyrészt, másrészt nem tudom, kik osztották az alaptörténetet, vagy hát tudom, ez ilyen költői kérdés volt, előbb mondtad, igazából te azzal vezetted fel az én költői kérdésemmel vezetted fel. Az én költői kérdésemnek a válaszával vezetette fel ezt a részét a podcastnek. Tehát néha úgy érzem magamat, hogy mint egy ilyen filmben lennénk, ahol csettintésre embereknek az agyaiból alapinformációkat azt gondolják ezek az emberek, hogy ki lehet törölni, és akkor picit hallgatunk erről a sztoriról, és előjövünk három év múlva, és akkor mindenki elhiszi, hogy akkor ez így is van. Én értem, hogy ők azt gondolják, hogy az embereknek a memóriája, vagy memóriájuk rövid, de én azt gondolom, hogy azért nem kell bennünket annyira lebecsülni, hogy ne tudjunk visszaemlékezni akár 10, 12, 15 vagy akár 30 évre is visszamenőleg. Én azt gondolom, hogy picit képmutatók és hazug ez a nyilatkozat is, amit lehetett olvasni a Néppártnak az oldalán, és azt is gondolom, hogy nem úgy gondolom, elmondták, hogy a polgármesteri választásokra készülnek, ami jövőre lesz, tehát igazából azokon a helyeken próbálnak majd pozíciókat nyerni, ahol tudják majd az RMDSZ-t gyengíteni. Igazából ők azért lépnek most szövetségre, hogy mindenhol, ahol sikerül, az RMDSZ-t tudják majd gyöngíteni, mert hogy levelem fogadni most borítékolom, hogy nem lesznek komoly tárgyalások az RMDSZ-nek a tanácsos listájával és polgármester jelöltjeivel, mert hogy ez arról szólna, hogy jó, akkor itt is van egy tábor, mit tudom én, helyi szinten, akkor ne beszéljünk most országos szintről, beszéljünk helyi szintről, beszéljünk arról a szintről, ami Margita. Ne menjünk tovább, csak Margit, el mindenki otthon sepregessen. Ahol 40-60% a magyar-román arány, tehát 40 a magyarok aránya és 60 a román. Ha indítan a polgármester jelöltet és tanácsos listát, akkor logikus, hogy a magyar jelöltnek az esélyeit rontják. Hogyha ők bejönnének úgy az RMDSZ-be, vagy elhívnák az RMDSZ-t egy beszélgetésre, hogy nekik tegyük fel
van 1000 szavazójuk, de hogy ezt valamilyen statisztikából mutassák, valamelyik eredményre épülve mutassák ezt, hogy nekik van 1000, az RMDS-nek van 3000, és hogyha ők elindulnak az RMDS-szel szembe, akkor az az 1000 rájuk szavaz, de viszont ha az RMDS-szel jönnének közösen, akkor az RMDS-nek lenne 4000, most az RMDS-nek ennek a közös listának lenne 4000, akkor azt gondolom, hogy érdemes lenne leülni, beszélgetni dolgokról, de ameddig ők csak arról beszélnek, hogy kell a magyar embernek választási lehetőség, és meg kell szüntetni az RMDS-nek a monopól helyzetét, és igazából ez csak arról szól, hogy hogy ássunk alá az RMDS-nek, ezáltal pedig a magyar közösségnek is, és nem látom azt, hogy alternatívája lenne bármilyen szempontból ez az érdekvédelmi képviseletnek, a Románia Magyar Demokratikus Szövetségről beszélek, amikor érdekvédelmi képviseletet mondok, akkor azt gondolom, hogy igazából ez csak ilyen kakaskodásról szól az egész, aminek egyébként a levét a választópolgár issza meg. Tehát erre nagyon vigyázni kell, amikor urnákhoz megyünk, vagy amikor választásra készülünk, meg amikor támogatjuk ez ilyen megmozdulásokat, mert ne higgyük azt el, hogy most a Néppárt meg az MPP tényleg olyan sok mindent akarnak tenni értük, mert most ők összeálltak, mert külön-külön is tudtak volna. Mindig azt szoktam mondani, amikor emberek azt mondják, akár hétköznapi civil emberek, hogy mert hogy a politikai hibás azért, hogy az utca szemetes. Lehet, hogy igen, a politika hibás ezért, meg a városvezetés, de az is hibás, aki a szemetet eldobta, meg egyébként te is hibás vagy, mert pont felvehetnéd, vagy szervezhetnél a lakóközösségeddel ugye a tömbház körül egy takarítást, és a többi, és a többi. Tehát lehet, vagy rovatirítást, igen. Lehet azt mondani mindig, hogy a másik a hibás, de a Néppárt is mindig azt mondja, hogy az RMDS a hibás ezért, meg azért, meg amazért. De én nem látom soha tőlük kézbe venni úgy a dolgokat, amiket ők megoldanák, és azt mondják, hogy na nézzétek, az RMDS ezt nem oldotta meg, mi kézbe vettük, és mi megoldottuk. Hanem mindig csak azt látjuk, hogy az RMDS a hibás, tehát ti megoldjátok? Hát mi nem tudjuk. Amúgy nem is olyan rég volt arról szó, hogy az MPP és az RMDS újra egy síkon fog mozogni, és az EMMP meg az, amelyik totálisan kizárja az RMDS-szel való együttműködés lehetőségét, akkor most úgy mi lesz így? Én nem értem igazából ezt a párfordulást az MPP részéről, mert az MPP-nek most parlamenti képviselője van úgy, hogy az RMDS listáján került be. Tehát én azt gondolom, hogyha az MPP soha nem tudott delegálni embert, mert nem volt annyi szavazatja, hogy beüljön a román törvényhozásba, és az RMDS megadta neki azt a lehetőséget, hogy olyan helyre tegye egyik listáján, ahol befutó helyet biztosítanak neki, akkor az minimum hát barátságtalan, hogyha te a Néppárttal leülsz tárgyalni, és ezt mondjuk ki, nem kell ezt ködösíteni, vagy színesíteni, hogy az RMDS ellen álltál össze te a Néppárttal, mert azzal, hogyha te azt mondod, hogy azokat a szavazókat próbálta megszólítani, akik az RMDS-ből kiábrándultak, ez is hazugság. Ezt látjuk az elmúlt éveknek a választási tendenciáján. Ezelőtt 5 évvel a Néppártnak volt államfőjelöltje, Szilágyi Zsolt személyében, aki pont annyi szavazatot kapott, amennyivel most, hogy nem volt jelöltjük, Hunor többet kapott. Tehát igazából nem igaz az, hogy ők elbizonytalanodott és az RMDS-be csalódott embereket tudnak behozni a választásba és helyzetbe hozni, hanem igazából csak az RMDS-től tudnak lenyúlni néhány százezer szavazatot, ami igazából nekik semmire nem ér, vagy néhány ezer szavazatot, bocsánat, ami nekik igazából semmire nem elég, viszont arra jó, hogy az RMDS-nek az erejét úton útfélen gyengítsék. Ami még egyszer, ez a hétköznapi polgárnak, magyar választópolgárnak a boldogulását gyengíti. Hát mondjátok el ti is a véleményeteket, mi elmondtuk, legalábbis Zsolt most nagyon elmondta ezzel a témával kapcsolatban. Statisztika. De a többi témára is várjuk a reakciótokat, illetve a munkákkal kapcsolatban is beleszólhattok, ugyanis rengeteg platformon megtehetitek ezt. Van a rádiónak Facebook oldala, YouTube csatornánkon természetesen minden nap elérhetőek a friss podcastek, mint ahogyan ezt is meghallgathatjátok ott. Instagramon be lehet követni minket, illetve Spotify-on is elérhetőek vagyunk okostelefonos applikáció segítségével. Zsolt, köszi, hogy jöttél ma is, jövő héten találkozunk, nektek meg köszönjük a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok! Következik a Szájkarate 2.0.
rádióért online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az órunkat.